azért maradhatott fenn 34 éven keresztül az őszi betakarítás végének megünneplése, mert a palicsi gazdák körében igény volt arra, hogy a szüreti napokon bemutassák egész évi munkájuk eredményét, mondta megnyitó beszédében Ercsi Hargita, a Szabadkai Városi Tanács idegenforgalommal megbízott tagja. Hozzátette, a város vissza akarja hozni a palicsi idegenforgalom valamikori fényét, és ezzel növelje a település gazdasági erejét. A szemerkélő eső ellenére sokan látogattak ki Palicsra, hogy megnézzék a kiállításokat, a művelődési rendezvényeket, és bevásároljanak a gazdák friss termékeiből. Olyan kitartó és olyan jó emberek vannak itt és élnek a környékünkön, akinek szívügyük mindig a szüreti napok támogatása. Elküldték és el is hozták terményeiket. Azok a termelők, akik már évek óta küzdenek és kitartanak a termelésük mellett és ebből élnek, ők azért szeretik ezt a palicsi eseménysorozatot. Már 34. éve kijárnak ide hozzánk, elhozzák terményeiket, és most, hogyha végigmennek a sétány mentén, a parkban lehet látni, hogy a méhészek is elhozták a termékeiket, borászok, pálinkafőzők is itt vannak, sajtkészítők is eljöttek, egyéb feldolgozott termékeket is láthatunk, akár ajvárt, lekvárt, süteményeket. Tehát nem csak a termelők jöttek el, hanem a kézművesek is. Milyen volt ez a meglehetősen forró, száraz nyár az almatermesztés szempontjából? Hát a jelen pillanatban a helyzetben ez nem volt valami jó, mert tényleg nem. Hát szarasság ez az, de azért mégis valami látszik a termésről, azért valamilyen szintén 30-40%-ot ki tudtunk hozni. A locsolórendszerek, meg a többi fűtések is ki tudtuk hozni. Ennyi. Régen nagyon sok termelő kijött ide a palicsi szüreti napokra, most kevesebben vannak? Hát sajnos a jelen pillanatban a helyzetben itt mindent a politika irányít, nem a termelő. És most majd meg fogják látni, előbb-utóbb rájönne mindenki arra, hogy a mezőgazdaságot nem a politikának kell irányítani, hanem a mezőgazdaságnak, és vagy a gazdáknak. Ennyi az egész. A tavaszi fagy milyen kárt okozott önnél? Új, hát nálunk nagyon nagy kárt okozott, őszintén pont az sajnos pont olyan sávokba jött, vagy olyan részen jött a hideg, hogy nekünk ott vannak a területeknek a nagy része, és mondhatom azt, hogy az 1500 cseresznyefáról egy szemet vettem le, nem tudják a hallgatóság, vagy a közönség, a tévénézők nem tudják elképzelni, egy több mint 4 méter magasságba is lefagyott a cseresznye, ami már bekötött, szóval az idei év lett volna egy olyan, hogy egy bombatermés, egy olyan, hogy az 5 évre visszamenőleg, ha nézzük, hogy minden évben volt fagykárunk, de ilyen még sose volt, és ebben az évben volt egy olyan öröm, hogy na most visszajön, most sikerülni fog, nem, most bízunk benne a jövőre, de sajnos ugyanúgy az utcának, mert most el van felezve, az egyik oldalról van a cseresznyé, sem a túlsó feléről a csemegeszőlő, hát ott is olyan fagykárunk volt. Én őszintén, amikor kimentem, megnéztem, hát én úgy sírtam, mint régen, mint egy igazi kisgyerek, hogy úgy az egész évi terv, az egész évi munka, amit tudod, hogy majd abból pénzt tudsz valósítani, amiből majd valami mást meg tudsz teremteni, ez most úgy elvész, és akkor jön az ötlet, hogy akkor tanáljunk ki valami mást, hogy azok a kiadások, amik voltak, hogy valahol visszajöjjön, meg az egész évet túlvigyük, és a következő évre, hogy haladjunk tovább valamennyire, na akkor jött az, hogy akkor ültessünk tököt nagyobb területén, olyan kultúrát, tormát is ugyanúgy meghagytuk, abból is egy kicsit növeltük a területet, nem képzeltem, de végül csak muszáj, mert emitt nagyon nagy kiesés volt. A szilvánk is ugyanúgy nagy kár okozott a szilvásunkba is, de ott még legalább valamennyi termet, úgyhogy hát ez az év, ez ilyen, ez most el kell fogadni, bízok benne, hogy jövőre jobb lesz. A homoktalajon gazdálkodók az évek során megtanulták, hogy az úgynevezett több lábon állással lehet áthidalni a különféle természeti csapások és a piaci ár aránytalanságok következményeit. A palicsi nagy hagyományú idegenforgalomra építkezve az évek során többen is próbálkoztak a falusi és a borturizmuson keresztül jövedelem kiegészítéshez jutni. Az egyik helyi borászatban már nagy gyakorlatot szereztek e téren, és tapasztalataikat is szívesen megosztják másokkal. Ennek most már komoly hagyománya van nálunk, hiszen van egy nagyon jó partnerünk Szegedről, egy utazási iroda, akik évente 5-6 alkalommal hoznak egy busznyi turistát, kezdve a
vincenapi veszővágástól, aztán március 8, akkor nyári piknik, szüreti napok, mártonnap, és így tovább. Ez most a hagyományos szüreti nap nálunk. Valójában szürettel kellett volna kezdenünk, de hát ebben az időben kicsit kellemetlen lett volna a társaságot szüretre invitálni. Helyette mi megoldottuk, úgyhogy a program többi részében pedig a leszüretelt szőlőt feldolgoztuk, mustot préseltünk, mustot fogyasztottak, most pedig jött a jó megérdemelt ebéd a kemény munka után, a babgulyás, és aztán folytatódik majd a délután és az esti program. Ez egy egynapos program valójában. Miért szeret eljönni az utazásokra ide Vajdaságba? Én nagyon szeretem az utazási irodát, én szeretem a vendéglátást, szeretem a vendégszeretetet, ide nagyon szívesen járok, már legalább 5 éve járok ide szüretre, mártonnapi bulikra, úgyhogy nagyon kedvesek a házigazdák, nagyon szeretem a szőlőt, nagyon szeretek dolgozni, most is látni lehet, úgyhogy én imádom ezt a munkát, amit csinálunk, és a vendéglátást nagyon szeretem. Ezeknek az utaknak mindig az alapja, vagy itt, vagy bent a borászatba, egy bor és pálinka kóstoló vacsorával, és akkor ehhez szoktunk akár kulturális, akár látnivalókat hozzátenni. Most például a szüretnél kimegyünk a palicsi tóhoz, és akkor ott megnézzük a szüreti mulatságot és a szüreti kirakodóvásárt. Ekkor az érdeklődés? Nagyon jó az érdeklődés, mindegyik utunkat el szoktuk tudni indítani. Most a rossz idő miatt egy picit kisebb csoporttal jöttünk, egy 25 fővel, de mártonnapra már a második buszunkat töltjük meg, és úgyhogy ott kétszer, majdnem 50 fővel fogunk tudni jönni ide Palicsra. Amikor ide eljönnek a házigazdától, mit várnak el? Hát ugye ismerőtünk Boni Lászlóék egy nagyon-nagyon kedves és nagyon jó házigazdák. Tényleg van olyan utasunk most is itt, aki minden évben majdnem minden programunkra eljön, mert nagyon szeretik, nagyon kedvesek, jó házigazdák, jó ételeket csinálnak, jó borokat csinálnak, jó pálinkákat, és ez elég az utasoknak. A vendégfogadó számára fontos az, hogy mit adjon a vendégeinek. Itt mit készítettek? Mi ma babgulyást készítettünk, amely csülökkel, zöldségfélékkel, sárgarépa, zöldség, celler, nagyon sok hagyma, fokhagyma, ezzel készült. Szalonna és kolbász van benne. És ezt szeretik a vendégek? Gyakran ezt szokták nekik adni? Ezt igen, nagyon szeretik. Valaki még erős paprikát is fogyaszt hozzá, úgyhogy ezt nagyon kedvelik. Már több éve visszajárnak hozzánk ez miatt. Így a borászat számára mondjuk lehetőség nyílik arra, hogy jobban értékesítse a termékeit? Hát valamivel jobban, tehát ez akkor túl nagyot nem lendít a borászaton, de egy fontos szemszeg abból, hogy eljönnek, meglátogatnak bennünket, megismernek, visszatérnek. Ez tulajdonképpen egy nagyon jó reklám, hiszen vannak olyanok, akik már 8-10 alkalommal is voltak nálunk, és még mindig nem unalmas számukra, hanem jól érzik magukat, és most is mondták, hogy újra jönnek. Mit ajánlana másoknak, hogyha mondjuk borturizmusba gondolkodnak? Mi legyen a fő szempont, amikor elindulnak? Hát első szempont az, hogy tényleg barátságosan kell fogadni a vendégeket. Nagyon fontos az, hogy jól érezzék magukat. Jó legyen a hangulat, jók legyenek a borok, jók legyenek az ételek, és ez egy ilyen alapvető szempont, ami visszavonza őket. Aztán lényeges a környezet is, ahol vannak, hogy ott is jól érezzék magukat. És hát minden eshetőségre számítani kell, ugye, mint most is. Esős idő van, tehát nem halasztottuk el. Mindenre van alternatívánk, tehát van egy A, B és C verzió. Úgyhogy nem érhet meglepetés bennünket. Bóni László még megjegyezte, az ilyen jellegű vendéglátás egy lehetőség a lakosság helyben foglalkoztatására. Több faluban a testvértelepülési kapcsolatokat programhoz kötött vendégfogadásokká építették. Máshol a történelmi, vallási és egyéb nevezetes épületek megtekintése vonza az embereket, vagy az, hogy egy szép vidéken túrázhatnak.
A falusi és a borturizmus a lehetőségek tárházát adja, viszont nagy elszántság, szakmai hozzáértés és induló tőke szükséges hozzá.